A korábbi évekhez képest hosszabb, idén már 3 napos Tirpák Fesztiválra várták az érdeklődőket múlt hétvégén. Természetesen idén is a helyi gasztronómia állt a főszerepben. Rengetegen sütöttek, főztek a Kossuth téren felállított sátrak alatt. Ez a Tirpák Fesztivál természetesen a jó ételekről, tradicionális fogásokról, beszélgetésekről, hangulatokról szól, jól érezzük itt magunkat. Ez egy igazi közösség építő, erősítő program is, de másról is szól, városalapító elődeink előtti tisztelgés, a tirpák ősök előtt való tisztelgés, és a gasztronómiai hagyományaink ápolását is jelenti. Délután az esős idő ellenére is hosszú sorokban várták a tirpák lepényt. Ezt az étel különlegességet első alkalommal készítették el a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkai Barna Technikum diákjai. A tirpák lepény alapja a kukoricalisztből készülő keltészta. A 2022 darab adaghoz 60 kg kukoricalisztet dagasztottak be a tanulók. A megsütött tésztára savanyú káposzta és füstölt szalonna került. A Kossuth téren felállított sátrak alatt kínálták a 2022 szelet ételkülönlegességet szombat délután. Az érdeklődés óriási volt. A város polgármestere úgy fogalmazott, több ezeren látogattak el Nyíregyházára, hogy olyan ételeket kóstolhassanak, amit étteremben nem lehet kapni. Én azt gondolom, hogy a programokkal együtt, ugye néptánc együttesek felléptek, vannak ilyen népi művészek, kiállítók, ahol erre hangolódunk, hogy tudjuk azt, hogy mi az identitásunk, mi a múltunk, anélkül a jövőnket nem tudjuk jó irányba és jól építeni. Tehát ezek persze nem ilyen ideológikusan jelennek meg, hanem ezek úgy előjönnek, és az látszik, hogy eleinte kételkedtek, hogy van erre szükség, igény. Én azt gondolom, hogy ez a kételkedés már régen elmúlt, már az első alkalom után, és amit még színesíti ezt a programunkat, szintén már hagyományosan, azt hiszem, hogy 5. éve, itt van 8 testvér partnervárosunk, és közülük 4 most is főzött, bemutatták a lengyel népi ételekből egyrészt, aztán a felvidéki párciumi ételeket. Ez megint fontos, mert nem kell sehova se menni, itt megkóstolhatjuk és találkozhatunk velük. A helyi gasztronómiára több programot is szerveznek Nyíregyházán. Ilyen volt például szeptember elején a Régi Magyarország ízei rendezvény a Sóstói Múzeumfaluban. Ez áll a Tirpák Fesztivál középpontjában is, de az ételek kerülnek a fókuszba majd az októberi pásztorünnepen és a mátornapi rendezvényen, utóbbi 2 a szabadtéri skanzenben.